A 10-es úton Budapest után Üröm előtt van egy körforgalom. 2 éve lett kész 7 milliárd forintból. A projekt részeként lett itt 2 új busz megálló is. Pontosabban egy korlát, meg egy tábla, és megáll a busz. Gondoltam, hogy megkérdezem, hogyha ilyen végre elkészül valami új sok pénz, meg nagyon sok idő, akkor lesz-e megálló később, vagy hogy? A NIF vissza is írt, azt, hogy ez már későn lezárult a projekt. A Volán szerint innen az önkormányzatok dolga. De vajon melyik önkormányzati? A 3. kerületi önkormányzat területén van. Az biztos, hogy nem a 3. kerület tulajdonos, tehát mi nem tehetünk ott semmit. Kedves gyerekek, kértétek, és a két farkú kutyapártnak a Mikulása elhozta nektek Ürömre a buszmegállót. A szeretet és az összefogásnak ez a szép szimbóluma jelentse, hogy tavasszal szavazzatok a Mikulás. Szép napot kívánok, én Tóth Imre vagyok, a MKKP Óbudai jelöltje, és azt szeretném leszögezni, hogy gyerek is jön. Azt szeretném leszögezni, hogy ez a megálló, nyugodjál már le barátom, menjél majd haza, majd ott lehet a törpékkel szórakozzál. Egy nagy krampusz. Tehát ez a földet én adtam, a 3. kerület, mi adjuk hozzá. Gyere barát, csinálj valamit! Fejezd be, tényleg fejezd, magyar. Jaj, gyerekek, ne veszekedjetek már, föl a békesség. Persze, én nincsen vele semmi bajom. Köszönjük mindenkinek, aki segített benne, hogy megépíthessük Magyarország első közösségi finanszírozásból megvalósuló buszmegállóját, ami egy különös térgörbületben található Óbuda és Üröm között. Jaj, srácok, gyereket, ne csináljátok már. Minden rendben lesz, most átadja a Bruti, és akkor amikor majd kész az egész, akkor a Mikulás majd újra átadja a dolgot. Kedves gyerekek, a szeretet és az összefogás a legfontosabb!